Thank you.
szerettem volna, hogy a harmadik menetig legalább bejutunk, mert nekem is azért most fontos lenne, hogy minél több időt töltsék a ringbe, 3-4 év kihagyás után. Előtte igazából ilyen utcai harc, meg egyebeken indultam, és le a kalappal az ellenfél előtt, hallottam a sikereiről, és úgy gondolom lesz visszavágó, mert azért egy ilyen füles bárki bekaphat, és múlhatott a szerencsén is igazából, úgyhogy annyira nem ragadtatom el magam. Másfél év után ez volt az első visszatérő meccsem. Hát nagyon örülök, hogy így sikerült. Hát edzőmnek is köszönöm, hogy segített, meg támogatott. Remélem, lesz folytatás. Nagyon gyors meccs volt, de rengeteget készültem az utóbbi időben, úgyhogy győzni jöttem mindenféleképpen. Nagyon jó volt, legközelebb is jönni fogok, ez biztos, és azért elégedett vagyok önmagammal, azt kell, hogy mondjam. Elégedett vagyok vele, hiszen mi a Taiwandolán mindannyian azért jövünk ide, hogy egy jót játszunk, hogy egy jót bunyózhassunk, és két lehetőséget is kaptam, tehát ehhez képest én nagyon örülök. Jó ellenfeleim voltak, külön szeretném megköszönni Patriknak, eszméletlenül jó volt, és Ádámnak is, már rég játszottam ilyen jókat, úgyhogy igazából a közönségnek megköszönöm, hogy én lettem a külön díjas, ez ugye nélkülük egyáltalán nem jöhetett volna létre.
mindig van mint csiszolni, mindig vannak lehetőségek, vannak hibák, amiket lehet korrigálni. Igazából majd, ha visszanézem a mérkőzést, akkor fogom pontosan tudni, hogy mik azok a apró cselek vagy apró trükkök, amik elfértek volna, mik azok, amik hiányosságok, akkor alaposan kockáról kockára áttanulmányozom, levonom a megfelelő konzekvenciát, és aztán haladok előre a többi edzésen. Ezek a hibák, amiket most itt látni véltek esetleg a nézők, azok már nem lesznek. Nagyon nagy öröm volt a számomra, hogy egy ilyen jó harcos ellen, egy ilyen színvonalas gálán tudtam harcolni. Valójában ez a K1 nem az én szabályrendszerem, hiszen én nem más ketrec harcos vagyok. Ez egy kirándulás számomra ebben a szabályrendszerben, de nagyon élvezem. Rendkívül sikeres és monster rendezvényen vagyunk túl itt a Vasasban. Nyugodtan mondhatom, hogy kicsit viccesen, hogy két naposra sikeredett a rendezvény. Sok tanulsággal szolgált megint ez a rendezvény. Úgy gondolom, hogy van létjogosultság, és nagyon jó volt látni azt, hogy mennyien eljöttek, és milyen sikeres mérkőzéseket láthattunk a küzdőfelektől. Tehát mindenféleképpen optimista vagyok, és azt láttam, hogy folytatnunk kell ezt az utat, amint járunk. És úgy gondolom, hogy egyében egy-két alkalommal mindenféleképpen érdemes egy ilyen nagy rendezvényt megszervezni. Köszönöm a Vasasnak a segítséget, hogy itt lehettünk, hogy megint befogadták a rendezvényünket. Nagyon elégedett voltam, és ahogy mondtam legutóbb is, folytatjuk.